Egy különleges elismerésben részesült Kulcsár Csenge Emese, a CityGas Tiszafüredi Kajakkenu Sportegyesület fiatal sportolója. A MOL tehetségtámogató program sport kategóriájában a versenyekre történő felkészüléshez szükséges eszközökre, felszerelésekre kapott anyagi támogatást. Erről kérdeztük meg a fiatal tehetséget. Kulcsár Csengét, a jövő reménységét köszöntöm a Phoenix Televízió nevében. Pont ezzel kapcsolatban nyertél egy díjat, de ha jól tudom, akkor egy másik pályázatnak is nyertese voltál ebben az évben. Kezdjük akkor először ezzel a jövő reménysége díjjal. Milyen elnevezés ez, és mikor kaptad ezt meg? A Kolonis nevű egy alapítványt, azt februárban kaptam, ahol ugye a eredmények, a tavalyi eredmények azok számítottak, és így sikerült megnyernem. Ez volt ugye még februárban, tehát ennek az évnek az elején, még a koronavírus előtt, de közvetlenül utána, most májusban is kaptál egy igen kiemelkedő díjat, ez pedig a tehetségeddel kapcsolatban. Ez melyik volt? Ez a MOL alapítvány, amit márciusban kezdtünk el megírni, és májusban hirdették ki, ahol szintén benne voltam a többi versenyző között. Ha jól tudom, akkor ezt azért nem olyan nagyon sokan kapják meg Magyarországon, tehát így talán még sokkal értékesebb volt ez a díj. Kinek jött az ötlet, hogy egyáltalán megpróbáljátok ezt megpályázni? Ezt már tavaly is gondolkodtuk, hogy meg kéne pályázni, de a tavalyi évem, a 2019-es évnél a eredmények azok egészen jól sikerültek, és így úgy gondoltuk, hogy most van a lehetőség arra, hogy megpályázzuk, és hál' Istennek sikerült is. Ha jól tudom, anya segített ebben, és ki volt az, aki még támogatott? Az edzőm Szabó Attila, így ketten-hárman így összetudtuk szedni ezt a pályázatot, és szerintem egész jól sikerült. Soroljuk is fel ezeket az eredményeket 2019-ben, mert ha jól tudom azért, akkor az a tavalyi év az egy nagyon-nagyon sikeresnek nevezhető. Igen, elsőnek július elején volt Csehországban, Racicében, a K4 500 méteren, ami egy olimpiai táv volt, ahol két pestivel és egy szolnoki versenyzővel tudtam csapathajózni, amit hál' Istennek meg is nyertünk. Nagyon gratulálunk így utólag is, de tudom, hogy tavaly is erről megkérdeztünk téged. Mi volt még, ami kiemelendő eredmény, és ami még esetleg ez a MOL támogatáshoz fontos volt? Utána, szintén júliusban, csak az már vége fele, Franciaországba utaztunk el, ahol Pádi Viktóriával K2 19 kilométeres távon második helyezést értünk el, ami szintén egy EB ezüst volt, és ennek is tényleg nagyon örültünk. Ha jól tudom, azért még egy harmadik diáknak a nevét is meg kell nevezni, akivel szintén nagyon szép eredményt értél el. Igen, Fülöp Fatimével, ahol az olimpiai reménységek versenyén Pozsonyban tudtunk versenyezni. Elsőnek a K2 200 méteren tudtunk versenyezni, ahol meg is nyertük, majd a K4-es 200 méteren, ott meg negyedik helyezést értünk el. Ezek csodálatos eredmények, és méltán gondolom, hogy ezekkel pályázhattatok. És megkaptátok ezt a bizonyos eszköz támogatást, illetve eszközöket vehettek belőle, ami, ha jól tudom, akkor újra csak ezt a kajakedzéseket, illetve a kajakversenyzésedet fogja támogatni. Igen, hát kell majd a felszerelés, még ezt nem tudtuk megvalósítani, de majd a későbbiek során majd be tudom szerezni az eszközöket. Gratulálunk akkor, hogy ezt is megnyerted, és gratulálunk egyébként az eredményekhez, mert tényleg fantasztikus. Azt látjuk most rajtad, hogy matróz blúzban vagy, tehát, hogy mind a mellett, hogy versenyzel, azért épp az iskolai bizonyítványodat is most vetted át. Mennyire tudod a kettőt összehangolni, mennyire tudsz minden szinten megfelelni, hogy a tanulásban is rendben legyenek a dolgok, és természetesen a versenyzéssel kapcsolatban is. Hát eléggé nehéz, de én a tanulásnál, amit el tudok kérni, azt meg is csinálom, és ez a bizonyítványomnál is látszódott. Majd természetesen a sporttal szeretnék tovább foglalkozni. Hát remélem, hogy sikerül majd a közeljövőben ugye a sporttal még tovább foglalkozni, de a terveim szerint egész jól úton haladok. A Kossuth-Lajos gimnázium tanulója vagy, azt tegyük hozzá, és akiket felsoroltál, ők is a gimnázium tanulói. Mennyire van itt támogató közeged ahhoz, hogy, tehát a gimnáziumban támogató közeged, hogy a versenyzés azért elég sok időt elvesz?
Igen, mikor táborokba hazajövünk, akkor természetesen nem tudok egyből felkészülni az órákra és a dolgozatokra, így a tanárok tudnak ebbe segíteni, és ennek is hálás vagyok, hogy így ezzel is támogatnak, hiszen akkor sokkal bonyolultabb lenne a dolog, így meg is egyszerűsítik, és majd később kerül mondjuk a feleletre a sor. És akkor teljes sikerrel tudsz szerepelni. Most azért egy kicsit, ha jól tudom, az online oktatás miatt azért némi idő kimaradt, vagy ugyanúgy tudtatok edzésekre járni? Még az elején meg tudtuk oldani, de sajnos ugye be kellett zárni a vízitelepünket, így teljesen máshol tudtunk vízhozállni, de ugyanúgy a távolságot is tudtuk tartani, hiszen a természetben voltunk, és nem volt semmi ennek akadálya. Ezek szerint akkor mindent betartva az edzés program azért az megmaradt. Milyen szintű edzésre kell itt gondolni? Napi hány edzésben kell, hogy részesülj ahhoz, hogy ilyen eredményeket tudj elérni? Amíg az iskola tart, addig csak délután tudunk edzeni, de mikor már végefele jártunk, így most már a napi két edzéseket is tudtuk tartani, így ezáltal ugye sokkal jobban tudunk fejlődni, és majd a versenyeknek nekivágni. Egyébként ez engem mindig is érdekelt, hogy a víz ugye nagyon-nagyon hideg, valljuk be, télen, olyankor mikor tudtok leghamarabb vízre szállni, vagy hogyan tudjátok akkor megoldani, hogy ezért az erőtökből ne veszítsetek? Hát a téli edzéseknél most hál' Istennek tudtunk februárban már vízoszállni, hát eléggé hideg volt, hogy fel kellett öltözni rendesen, és hát a sport az ilyen, hogy mindenféle kihívások elé áll, és akkor ezt is ugye át tudtuk lépni. Aminek örültem, hogy már februárban vízre tudtunk szállni, hiszen ez egy eléggé ritka alkalom, hogy már ilyenkor is vízre tudtunk szállni. Hát sajnos ugye márciusban nem tudtunk már kimenni edzőtáborban, ugye a járvány miatt, ugye ez egy kicsit csalódás okozott ugye a csoportnak, de nem adtuk fel, és továbbra is tudtunk itthon edzeni. Ez nagyon-nagyon örvendetes, és ha jól tudom, akkor a négy ember, akit ilyenkor kiválaszt, nekik is van lehetőségük egy-egy ilyen olimpiai szám, egy-egy ilyen verseny előtt találkozni. Itt most hogy tudtatok készülni, vagy hova kellett menni, amikor ti össze akartatok szokni, vagy össze tudtatok szokni egymással? Hát ugye a válogató versenyek dönti el, hogy ki hova megy, ugye vagy világbajnokságra, vagy VB-re, és milyen csapathajóba fogunk ülni. Ugye ezt a szövetségi kapitány dönti el, amikor minket kiválasztottak, hogy az EB4-es majd mi fogjuk képviselni, így voltak úgymond kötelező edzések, ahol ugye össze tudtunk ülni, és tudtunk gyakorolni, amit a szövetségi kapitány is figyelt, hogy hogyan van együtt a csapat, hogy hogyan tudunk rajtolni, és hogy ezt majd az 500 méter folyamán hogyan tudjuk alkalmazni. Mindig is érdekelt, hogy egyáltalán hogyan dől el az, hogy a négy hely közül melyik helyre ülsz, és ezt mennyire látod előnyösnek, hogy te egyáltalán hol foglalsz helyet a hajóban? Mikor kisebb voltam, akkor mindenhol, és a csapathajóknál mindenhol tudtam ülni, tudtam elől is és hátul is, és így nekem nem okozott problémát, hogy most a második helyen voltam, mert tudtam, hogy mi a feladatom. Hát gratulálunk, Csenge. Én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon jó választás volt, hogy téged is beválasztottak ide, és az eredmények mindenképpen téged igazolnak. Köszönjük szépen, hogy a gimnázium hírnevét öregbíted ezekkel az eredményekkel is, és még egyszer gratulálunk ahhoz a pályázati elért sikerekhez, amit remélem, hogy jövőre is még csak tovább tudtok fokozni. Köszönjük szépen, hogy mindenről tájékoztattál, és további sok sikert kívánunk. Köszönöm szépen.